A Kakasdi önkormányzat régi célja valósulhat most meg. Az energiahatékonysági pályázat elnyerésével korszerűsíthetik az épületet. Az ingatlant napi szinten használják, tehát elengedhetetlen lenne, hogy az zajszint alacsony legyen, és a fenntartásra is kevesebbe kerüljön. A pályázatírása szerint energiahatékonysági pályázatról van ugyanis szó. Az utcafronton lévő nyílászárok cseréjére fog sor kerülni, és még a hátsó szomszéd felé, a Szekszárdi oldal felé kis ablakokat is fogunk kicserélni. Ettől nagyon sok mindent remélünk. Tehát, ahogy a neve is mondja, energiahatékonyságról van szó. Jelentősen kisebb fűtésköltséggel számolnak a jövőben, illetve a hatalmas zajszint, ami a főút mellett álló épületben van, ezáltal nagy mértékben csökkenni fog. A házat a Német Egyesület, illetve az önkormányzat is használja. Nagyon örültünk, amikor tudomást szereztünk róla, hogy a német önkormányzat egy nyertes pályázatot tudhat magának, hiszen önkormányzati épületről van szó, ahol az a német önkormányzat, Kakasdi német önkormányzat irodája található, és itt működik a Kakasdi Kisebbségi Egyesület is. A Kakasdi életet színesíti a németség, a Német Egyesület önkormányzat jelenléte, és nagyon sok mindent karöltve tudunk megvalósítani. Ennek egy szép példája lesz ennek az épületnek az ez irányú felújítása. Ennek a pályázatnak a megvalósítása további lehetőséget teremt a faluban élő embereknek, hogy minél több rendezvényt tarthassanak majd itt.